Letartóztattak a nyugat-afrikai Gabonban 4 katonát, akik puccsot próbáltak meg végrehajtani. Negyedik társuk szökésben van, közölte a kormány. A csoport megszállta az állami rádiót. Beolvastak egy közleményt, amely szerint a katonai vezetők attól tartanak, hogy Ali Bongo államfő nem tudja ellátni hivatalát, ezért létrehoztak egy nemzeti helyreállítási tanácsot. Az 59 éves elnököt jelenleg Marokkóban ápolják, ahová agyvérzése után vitték. Ali Bongo 2009-ben egy kétes tisztaságú választáson vette át a hatalmat elhunyt édesapjától, aki 42 éven át diktátorként vezette Gabont. A csak nem 3 magyarországnyi méretű állam lakossága alig 1,7 millió fő. Az ország gazdagabb régiós társainál, de nagyok az aránytalanságok, sokan élnek a szegénységi küszöb alatt.